Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor a szokásos szezonzáró beszélgetésünkre érkezett ide az Inforádió stúdiójába. Szerusz Gábor! Köszönöm, hogy a Dávid. November 23-án kora délután készült ez a beszélgetés, hallgatóink tehát a rádióban felvételről hallják. Max Verstappen simán megvédte világbajnoki címét, így már kétszeres VB győztes. Hogyan összegezhető ez a szezonja? Szinte tökéletes volt? Júniustól kezdve szinte tökéletes volt, gyakorlatilag tökéletes volt, és pont azon nevettem magam, amiközben a felvezető mondat zajlott, hogyha ezt május végén csináljuk ezt a beszélgetést, akkor biztos, hogy nem így kezdett, hogy Verstappen simán megvédte a világban egy címét, mert akkor nagyon nem így nézett ki. Hiszen Charles Lecler jobban kezdte az évet, elsősorban amiatt, hogy a Red Bullnak volt két nullázása Verstappennel és még egyébként Perezzel is sikertelen volt a szezonnyitó. És akkor úgy tűnt, hogy Charles Lecler a szezon végéig harcban lehet. Ugye abban bíztunk tulajdonképpen a tavasz nagy részében, hogy ez egy jó kis párharc lesz a Ferrari és a Red Bull között. Végül nem így alakult. Milyen tényezők miatt? Igen, annak indult abszolút is, hogy 47 ponttal vezetett már Leclerc first előtt a Melbourne a harmadik hétvége után. Akkor még úgy is nézett ki, hogy akár a Ferrari elszaladhat ezzel a bajnoki címmel. Az okok, azok több dologra vezethetők vissza, az egyik a Ferrari megbízhatósága, vagy, vagy megbízhatatlansága, ami az évekén érdekes módon nem látszott még annyira, mert akkor a Red bull jöttek a technikai problémái, de ezt nagyon gyorsan legyűrték megoldották. A Ferrari viszont ugye nagyon nagy motorfejlesztési csomaggal jött 2022-re, és bevállaltak olyan kockázatot, amit egyébként a Renault is bevállalt az Alpinnal motorikus szempontból, hiszen befagyasztásra kerültek a motorok 2022-től, tehát ami a, a belső égésű részét illeti márciustól, és ami az elektromos, a hibrid részét illeti, az meg szeptembertől. És ennek megfelelően ugye igyekeztek olyan fejlesztéseket is belesúvasztani, amik nem feltétlenül voltak 100 ilyen szériai érettek, vagy megbízhatóak amit egyébként majd a későbbiek során nem megbízhatóbbá lehet tenni, de ha ezt nem teszik meg, akkor már nem módosíthatnak. Gondolok itt akár égéstérre, akár bármilyen olyan megoldásra, ami esetleg necces volt. Ez a Ferrari megtette, sokat lépett vele előre, gyakorlatilag, hogyha egyébként a csúcs teljesítményeket nézed, minden a négy motorgyártónak abszolút teljesítményben valószínűleg a Ferrari motorja volt a legerősebb, még ha csak néhány lóerővel erősebb is, mint a honda vagy a Red Bullé, ettől az évtől már. Ennek ellenére ez, azt aztán vissza kellett vegyenek, különben nem bírták volna végig az évet, vagy csak jóval több motorral. Majdnem 150 pont lett végül a különbség Ferszlapen és Lökler között. Mennyire adja ez vissza a teljes szezont és az összképet? Nem adja jól vissza, pont azért nem adja vissza hülyen egyébként az, hogy ez a ezek a konstrukciók, a három konstrukció, de akkor menjünk Red Bull Ferrari viszonylatban, hiszen mégis az évnek a, az elsődleges versenyfutása az Lökler és Ferszapen a Ferrari és a Red Bull között zajlott. Tehát, ha azt nézzük, hogy hogy indult a szezon, és hogy néztek ki az első versenyek, milyen csatákat hívtak ők egymással, akkor ez az összkép ez teljesen megváltozott és torzult aztán az év második felére, különösen az utolsó harmadára. De ebben jelentős rész benne volt az, hogy a Ferrari visszaptekert motorokkal ment, ha nem is annyira visszaptekert motorokkal, de azt, azt a csúcs teljesítmény pluszt, amivel egyébként akár még a Red Bull előtt is tudok lenni a, a szezon első néhány futamán, azt mindenképpen elveszítették, és számukra jött egy olyan technikai direktíva a pont a delfinezés, a patogás miatt, ami szinte teljesen kiherélte az autót. Tehát ugye a spában bevezetett technikai direktíva, az tulajdonképpen bármennyire is állítja a Ferrari, nem volt rájuk hatása, teljesen egyértelmű, bármilyen teljesítmény elemzést csinál az ember, bármit vetünk össze a korábbi futamokkal és az azt követő futamokkal, mindenképp az mutatkozik meg, hogy a Ferrari komoly tizedeket veszítette miatt. Megérkezett a Mercedes a Ferrari nyakára. És megérkezett a Mercedes, akik viszont azért tudtak megjönni, mert ők meg ugye folyamatosan fejlesztettek, ők fejlesztették a legtovább ezt az idei autót, pont amiatt, mert az évelején nem nagyon értették, nem tudták, hogy merre van, és amire elkezdtek rájönni, onnantól ezek kezdtek el igazán rápakolni dolgokat már jobb irányban, és különösen a, a, az Ósztini meg az azt megelőző fejlesztési csomag volt az, amivel két nagy lépést tett a Mercedes, és emiatt a szezon utolsó a harmadára igazán sokat. Az, hogyha megnézzük az, a különbségeket, mondjuk a nyári szünet után, hogy az átlagot versenyteljesít, mint az átlagos versenytempót a Red Bullhoz képest, mert vége a Red Bull volt ebben a szempontból, ilyen szempontból az érend, kivéve az első három futamot talán az év elején, hogy kiteljesítette jobban, akkor azt lehet mondani, hogy a belga nagy dítól, augusztus végétől kezdődően a Mercedes valamivel erősebb verseny, átlag versenytempora volt képes, mint a Ferrari, de ezt annak köszönhetően, hogy különösen az utolsó néhány futamon léptek nagyot előre. Sergio Perez a harmadik helyet szerezte csak meg, a szezon záró nem sikerült jól a mexikóinak, majd tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az utolsó két futam. Mennyire megérdemelt szerinted, hogy Lökler lett a második és Perez a harmadik, akkor amikor, ha pontokat tekintjük, mindössze 3.1 százalék a különbség? Abszolút megérdemelt Lokler második helyet. Pusztán csak az éves teljesítményeket nézzük, hogy ki mennyi pontot veszített, milyen okból kifolyólag, milyen okokból kifolyólag, akkor teljesen egyértelmű, hogy Lokler teljesítménye sokkal magasabb volt. Alig volt hibája, igazából két hibát lehet neki főrolni. Az imolai megforgását, ami dobogóba került, de végül is pontokat szerzett, illetve a pórikári kiesését, amit az első helyről végül is eldobott, tehát ott mondjuk az volt talán a legérzékelhető probléma vele, vagy saját hibája vezetői probléma innen néz a Perez sokkal kevésbé tudott évközben megbarátkozni az autó változásával és ugye ennek az autónak jelentős túlső volt az év elején, ami pont Ferstappen kötött egy picit gúzsba, ráadásul az évelején elején voltak Perez kedvező pályái és ezért ott utána nagy lett a kontraszt, hogy mentek az, jöttek azok a pályák, ahol per az eleve nem érzi magát annyira otthonosan. Ferszteppen a szembe az autó elkezdte ledobni magára ezt a 20 kilós súlyfelesleget, és ráadásul úgy kezdte ledobni magára, hogy az első tengelyről jött le, tehát az alulkormányzottsága csökkent az autónak, amit meg eleve nem szeret és a, azzal egyértelműen felstappen uralkodása megkérdélezhetetlenné vált csapaton belül is, meg egyébként a pályán. Tehát ez a, ahogy a Red Bull javult, úgy lett felstappen előnye nagyobb, és ez Azért volt kedvező a Red Bullnak, az év elején ezt nem láttuk. Tehát amikor mi azt néztük az első három hogy a Ferrari még talán lépéselőnyben is van a Red Bull a szemben, akkor nem tudtuk, hogy milyen plusz súlya, túl küzd a Red Bull. És hogy ez az autó, ami aztán az év felétől, közepétől, mondjuk a magyar nagydító versenyzet, vagy a belga már túlsúly, vagy minimális túlsúlyjal pusztán. Ha ez az autó lett volna a szezon rajtnál, akkor nem láttuk volna a szezon elején sem azt a kérezett csatát a ferrari szemben. Sergio Pereznek keserű lehetett a szezon vége. Egyrészt ugye Brazíliában a saját csapatása nem segítette, bár tegyük hozzá, hogy Szent sem segítette Löklert, tehát akkor még rosszabbul járt volna Perez abban a futamban, hogyha mindkét istálónál lett volna egy helycsere a két pilóta között, és aztán ugye a szezon zárón nem jött ki a lépés, és Lökler előtte tudott végezni. De ugye volt a csapatrádióban néhány érdekes megjegyzés. Perez például azt mondta Ferstappenről, hogy ez a helyzet megmutatja, hogy milyen ő valójában. De milyen Ferstappen valójában, és mennyire van igaz a Pereznek szerinted? Abban a szempontból Pereznek igaz, hogy Ferstappen olyan, mint bármely más korábbi világbajnok, sokszoros világbajnok, hogy olyan szinten munkálkodik benne a gyilkos asztalon, hogy igazából nem szeret teret adni a másiknak, még akkor sem, hogyha egyébként egy gáláns reakció, vagy egy gáláns akcióval végül is adhatna neki. De ez egyébként minden sportban jelen van, a formájban különösen, hogyha visszagondolsz, akárhány évtizedet nagyon-nagyon ritkán olyan példát mondani. Legfeljebb a legutolsó futamon Szenna megcsinált a Bergerrel Japánban, de hát ott Illetve már nem osztott... Hekinen kultárt páros. Igen, de a, amikor már minden mindegy volt, tehát körülbelül akkor jöttek ezek a gesztusok. Gesztust nem szoktak gyakorolni a, a nagyok. Tehát, hogy alapvetően, hogyha megnézzük, és egyébként és utólag ennek a brazil elengedésnek, nem elengedésnek nem lett volna semmiféle következménye, mert két ponttal több gyűjtött van a Perez, de három ponttal kapott kiloklertől. Tehát így is, úgy is a második helyre szorult volna, és igazán a saját helyesítményében kell keresni a, a megoldást, vagy ott van a, a kutya elásva. <kül> és hogyha ezt az Abu Dhabi versenyt fölhoztuk már az előbb, szóba került, ezt pont annyira Perez veszítette el ezt a második hét, mint amennyire Lökler igazából megnyerte. Mert ha megnézed ezt a hétvégét, a Red Bull egyértelműen jobb autó volt, mint a Ferrari, jobban is kezelte a gumikat, pénteken a Ferrari nagyon szenvedett. Tehát minden jel arra mutatott, hogy Pereznek simán el kell menni. Egy-kettőben voltak a rajtrácson, egy-kettőben voltak az első etapban. Tehát Pereznek minden lehetősége meg volt, egy ideig még szérárnyékot és uh, DRS-t is, hátsó szárnyat is nyithatott felsztappen mögött. Tehát számára ideálisan alakultak a körülmények a verseny első 20 körében, és mégis rosszabb gumikopást tudott produkálni a Red bull mint Lökver a Ferráról, ami eddig szenvedett a gumikopással. Ez azért is extrém, mert Perezről az elmúlt években állandóan az hangzott el, hogy ez egyik legjobb abban, hogy a gumikat kímélje. Ez képest egyébként ebben az évben úgy tűnik, hogy ezt Ferstappen sokkal jobban csinálta. Így van, és erre Perez maga is utalt. Egyébként az utolsó verseny leintése után interjúban először szóba hozta ezt a témát, és ott már önkritikus azt mondta, hogy jövőre, a, amiben javulnia kell, az a gumikimélés, a gumikezelés, amiben egyébként mindig az egyik legjobb volt a mezőnyben, de mégis az idei 18 szoros pirellikkel valahogy nem érzett rá olyan szinten, mint korábban, és ugye ilyen szempontból például fontos, hogy a új korszakban vagyunk, hogy nem csak az autók lettek teljesen mások, hanem a jöttek a 18 szoros gumik, és más, másféleképpen kellett őket élesen vezetni, másféleképpen kellett belük maximális teljesítményt kihozni az időmére, és másik kellett őket hosszú távon vezetni. És ez, amiben szerintem jó néhány versenyzőnek az évelén bele is tört a bicskája, vagy próbáltak felmérni a terepet, a csapatok sem igazán értették meg ezeket a gumikat teljesen, ami egyébként jót tett nekünk, jót tett a versenyeknek sokszor, mert, mert furcsa helyzetek alakultak, elég csak például a magyar nagydíjra gondolni, akár arra, hogy azt rász az időmérőt, és utána, hogy alakult a versenykép, de még jó néhány futamot láttunk, hogy bizonyos keverékek nem úgy működtek, ahogy számítottak, más keverékek meg sokkal jobban, mint ahogy egyébként előzetesen azt gondolni lehetett. Ebben a hőmérsékletnek is nagy szerepe volt az egyes versenyhelyszíneken, időmérő edzéstől a futamig azért voltak változások jó néhány helyen. Minden esetre, összességében, hogy látod a Red Bullon belül, mennyire lesz tartható a harmónia egy ilyen helyzetben pereznek, ezután is mindig engedelmeskednie kell a csapatutasításnak, és úgyis first lesz a főnök, vagy lehet, hogy nem lesz mindig annyira gáláns perez, fersztappen nem mint ahogy volt a 2021-es szezon hajrájában, és nem segít neki annyit. Ez csak nagyon kevés ö, olyan szituációban fordulhat elő ezzel kapcsolatban a probléma, amikor valóban Perez félre kell, hogy álljon, vagy segítsük el Fersztappen stratégiát. Alapesetben ők nem egy ligában játszanak. És ezt nem Perez felé mondom bántásként, nagyon kevés embert lehetne Fersztappen-igyába rakni most a mezőnyből. <kül> Egyszerűen azért, mert a pályafutása csúcsában még mindig nagyon fiatal, már rengeteg tapasztalata van, elképesztően gyors versenyző, most már minden összeállt, egy teljes csomaggá vált innen nézve a Max Verstappen, és tulajdonképpen csak Louis Hamilton vagy Charles Leclerc jelen pillanatban a mezőnyből, és az idei teljesítménye, meg az ebben nyújtott teljesítmény alapján talán Lando hogy oda kerül majd egy jó autóval. De Perez bármilyen jó versenyző, és képes futamakat nyerni, és, és vannak nagyon jó ismérvei, összességében és sem lesz most már jóval idősebb is Verstappennél, ezt már nem fogja tudni megugrani ezt a, ezt a lécet, és innentől kezdve azért nem is lesz ebből igazán egy, egy csata, mert ők nem egy térfélen játszanak, nem egy, te, nem egy területen játszanak, még ha vannak is versenyhétvégék, vannak is szituációk, amelyen Perez oda tud érni Fersztappen közelébe, vagy akár elé, ahogy idén is láttuk egy-két hétvégén, de azért 90 ban Fersztappennél teljesen egyértelmű az a két-három-négy tizedes előny, amit egyébként minden hétvégén produkál is. Pereznek ebbe bele kell nyugodnia? Azt gondolom, hogy igen, mert hogy, tehát a rossz felfogás, és ez megint egyéni felfogás kérdés, és én úgy látom, nyilván saját magam is volt versenyzőként és sportolóként, hogy sokkal jobb, hogy az ember megpróbál persze picit a reálisan elérhető céljainál magasabbra célozni, de azért látnod kell, különösen Perez életkorában már nem 18 éves most kezdő versenyző, aki még rózsaszín ködben látja az egészet. Tehát nála 30 év fölött muszáj az felfogni, hogy körülbelül meddig ér a takarom, és hogy tudom maximalizálni a saját teljesítményem. Azt csak akkor tudod megtenni, hogyha tisztában vagy a saját teljesítményed korlátaival, és miután egy csapaton belül van first nem minden adatát látja. Pontosan tudja, hogy mit, hogy, mikor, hol old meg. Egyébként erről jó, jó néhány sor nagyon pozitívan nyilatkozott még az idei év során is, hogy mennyire sokat tanul től. Nyilván most az év végén ilyen kellemetlen szituációval ért véget legalábbis az utolsó előttő futam mindenképp, és benne ezt tüskéket hagy, de akkor követi el a legnagyobb hibát, ha megpróbálja elhitetni magával, hogy ő egyez egyben felveheti a, a, versenyt. Ez olyan, mint a Mike Tyson el, el úgy akarnál a, a, ringbe szállni, hogy majd, majd te ki fogod ütni. Nyilván Mike Tyson nem fogod kiütni az esetek 99%-ában, inkább ki kell találni a stratégiát, hogy mikféleképpen mi tudod felvenni ellene a versenyt. És Pereznek ezen kell gondolkodni, hogy a saját erősségét hogy tudja aztán összességében egy teljes bajnoki csata szempontjából a javára fordítani, ha egyáltalán talál ilyen területet, de semmiképp nem azzal, hogy a nyitsi küzdelemben egy felsztappen, mert abban mindig ki fog kapni. a Red Bullba ba mellé, hogyha Perez mondjuk úgy dönt, hogy nem akarja folytatni, vagy a Red Bull dönt úgy majd egy év múlva, hogy pereznem kell a következő idényre, ki lenne az ideális csapattárs Ferstappen mellé. Nehéz dolga van bárkinek, aki Ferstappen mellé kerülne, pont olyan nehéz, mint az elmúlt évek során, mondjuk, aki Louis Hamilton mellé került, meg korábban akár Mihály Schumer mellé került, és sorolhatnánk a végtelenségig. Visszamenőleg azt gondolom, hogy Nick de Vries nem egy rossz opció, aki most ugye már ott is van az Alfa Taurinál, <tosz> tesztelt is most már a héten a tesztnapon, tehát ott van Cunoda mellett, tehát már bent van a, a spice -ban és hogyha nagyon kell, és olyan teljesítmény jut, már pedig láttuk, milyen jól mutatkozott be, de azért nézzük meg egy egész év távlatában is, hogy mit látunk jövőre 2023 végén, hogy hogy versenyez végig egy évet az Alfa Taurinál. Azt gondolom, hogy ő egy jó tartalék abból a szempontból, hogyha a Perez már kifut, vagy Perez idő előtt úgy dönt, hogy nem akarja 24 év végéig csinálni a szerződését, akkor Fersztappen meri bele lehet rakni, ráadásul egy honfitársát, akik egyébként is jóban vannak, és idősebb nála amúgy, hiába újonc jövőre. Szóval összességében De Vries mutatott olyan dolgokat a a korábbi szakaszában is, meg most Monzában a beúrás alkalmával kapcsán, ami miatt azt gondolom, hogy ő például használható lenne. Egyébként, ha a, a forma kívül kellene gondolkodni, akkor még mindig Colton Hörta lenne talán, akire szívesen lecsapna a Red Bull, és hogyha változtatnak a szuperlicensz pontokon, erre talán majd látunk is példát a jövőben. Hogyha az élcsapatokat e nézzük, mindenképpen a Red Bullnál volt a legnagyobb különbség az első és a második pilóta között, de azért volt különbség a ferrari Lökler és Sainz teljesítményében, és azt is hozzátehetjük, hogy ezért a Mercedesnél is, bár az utolsó futamig volt némi esélye, matematikai esélye Hamiltonnak, hogy megelőzze, vagy legalább beérje russell aztán végül 35 ponttal kikapott tőle, Science esetében pedig 62 pont volt a lemaradás Löklerrel szemben. Ezek a pontszámok mennyire tükrözik hűen az idei teljesítményt, akkor amikor azért figyelembe vehetjük azt is, hogy nem mindenkinél volt ugyanolyan a technika, és voltak olyan esetek. Elsősorban a nagyon gyakorivá vált biztonsági autós és virtuális biztonsági autós szakaszok, amelyekből csapaton belül a teljes évet tekintve nem mindenki ugyanúgy jött ki. Valóban. Azt gondolom, hogy fölösleges önmagában csak a pontszámokat nézni. Nyilván valamilyen szempontban elmondják az év történetét, de pont ezek a finomságok nem derülnek ki belőle, hogy kinek mikor jött rosszkor egy biztonsági utolsó fázis, hány technikai meghibásodás volt, és az mikor érte őt. Tehát nem mindegy, hogy valaki az utolsó helyről ö, úgy esik ki, hogy egyébként is rossz futam van, vagy már belekeveredett valamiben a rajtnál, és azt követően a technikai meghibásodás, vagy mondjuk az érről. <laughs> mint Löklernek jó néhányszor. Persze Sainznak is, vagy Sainzra is rájárt a rút rendesen ilyen szempontból, a Ferrari sok semmilyen szempontból nem futottak jó évet. De mondjuk ezt ugyanúgy elmondhatja magáról a Ferranda Halonzó, aki elveszítette Okon ellen kilenc ponttal a pontverseny, miközben ha csak szubjektív szempontból kezelem az évet, és megnézem, hogy a kimagasló teljesítmények kinél voltak csapaton belül, egyértelműen Halonzó teljesített extrán túl. Okon is egy nagyon jó átlagot hozott, és nagyon komoly pontszerző vannak. Tehát hogyha okon sokan, egyébként pont amiatt, mert nagyon sokszor kerül, ha az évelejét jeddai futamot megnézett a visszaemlékszel, hogy vívott Alonzóval, és mennyit ártottak maguknak azon a futamon, azzal a csatával, és hány ilyen szituba kerültek aztán később. Szóval okon sokan szapulják részben joggal, amiatt, mert túlságosan nyakas és vele, aztán tényleg nagyon nehéz egy csapaton belül bánni, kezelni, még a csapat szempontjából is. Ugyanakkor nagyon-nagyon megbízható pontszerző, elképesztően magas átlag van és ezért vannak ezek a jó szezonjai, ezért utalmazott ebben az évben is megverni, miközben nem volt nála sokkal lassabb, de a kimagasó teljesítmények igazából mindig a lonzó oldalán voltak, elég csak például a Montreali elsősoros rajtjára gondolni. Ami hamilton illeti igazságtalan az a kritika, hogy azért ez már nem a fénykora, és kissé már levezet? Abszolút igazságtalan. Ez, ez, ez a forrongó, és a, és a magában csöndben a komoly visszavágásra készülő Louis Hamilton, és nem a, a nyugdíjbiztosítását éppen előkészítő, és a öreg visszavonulás, meg az öregkorát előkészítő Louis Hamilton. Szerintem nyilván az vicces, hogy azt mondta, hogy még akár öt évet is el tud képzelni, ha ha életkorát megnézzük, ez is benne lehet. Csak ő nem hagyott ki egyetlen egy szezon sem a bemutatkozása óta, ez, 2007 Ez, ez óta. igaz, de azt gondolom, hogy alonzó sem hagyott volna ki, ha rajta múlt volna. Tehát ez nem és egy, ha jó autót kap. És ha jó autója van. Úgyhogy Hamiltonnál azt gondolom, hogy három év még biztos benne van, és egyértelműen nagyon ég benne a visszavágástüze. A a teljesítménye, az elején érződött rajta azért az, hogy ez nem az az autó, amit megszokott, és az egy picit azért vissza is vetette, hazugság lenne azt állítani bárki részéről, hogy nem volt picit elkedvetlenedve, és nem volt motivációvesztés benne, de aztán ahogy egy profi csinálja, szép lassan összeszedte magát, megrázta magát, és az autó, hogy elkezdett működni, jöttek azok a tipikus Hamilton, Hamilton-os teljesítmények, amennyire az autó engedte. Nem volt messze akár egy futamgyőzelemtől, az, hogy végül asszennek sikerült, ez kicsit ilyen mesekönyvbe való sztori, hogy Russell megcsinálta a pólt, meg volt a sprint futamgyőzelem, és meg volt az élet első győzelem, és lehet, hogy neki egyébként jobban kellett, mint Hamiltonnak a 103-ra a 104, de azt gondolom, hogy ez a számláló az nem áll meg. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a Mercedes hogy jött fel az év második felében az utolsó harmadában, az egy botorság lenne az ellenfogadni, hogy Hamilton nem nyer majd további futamokat a pályafutása során. És világbajnoki címet, akár mondjuk ő, akár Rasszán mennyire lehet esélyes a következő három évben? Na ez egy kemény jó, mert megnézze a Ferstappen jelenlegi formáját, és az, hogy mennyire tulajdonképpen a vizen is tud járni jelen pillanatban a, ilyen szempontból nagyon nehéz dolg van bárkinek. Még akkor is a Hamilton kvalitásairól beszélünk, Russell kvalitásai is kiválóak, és benne biztos ott lehet akár egy, akár több világbajnoki cím. Lökler teljesen készen van egy világbajnoki cím megszerzésére. Szánc egy picivel van elmaradva, de ott azért ne érjük le azt, hogy Szánc is az a tanuló típusú versenyző, aki azért még az, lehet, hogy az utolsó építőkockát azért hozzáépíti a végén, és mégiscsak meg tudna csinálni egy VB címet. De egyelőre ott azért Ferrerel mindenképp inkább Löklerbe látom a, a, potenciált. Norrisnak pedig csak egy jó autó kéne. <kül> a saját értékelésem szempontjából, és nem tudom, hogy később el akartál ide jutni, de akkor inkább belevágok az évértékelésbe. Hogyha az év legjobb pilotáit nézzük, akkor nálam Ferstappen a győztes, mert egyszerűen elképesztő produkált, gyakorlatilag hiba nélkül. 15 futam győzelem, 22 versenyből. Tehát... Igen, 68 os győzelmi ráta, ez, ez majdnem rekord is egyébként. Ugye a 15 győzelem az rekord, de hát több futam van, mint korábban, a korábbi rekordok felállításánál. Ennek ellenére ne, hogy azt higgyük, hogy ez könnyű. Tehát minél több futam, Annál, inkább, annál több lehetőség nyerni, de annál több lehetőség elrontani egy ilyen sorozatot. Úgyhogy ezt messze nem egyszerű behúzni 22-ből 15-öt úgy, hogy az év elején, ahogy kezdtük is, ugye a hára, első három futóból kettőn kiesett önhibáján kívül technikai meghibás. Tehát esett. lehetett volna még több is, és egyébként a többi versenyhelyszínt is, ha egyesével megnézzük, szinte sehol nem lett volna meglepő egy first győzelem az ő teljesítménye és az autója alapján. Valóban, és ráadásul ugye a Red Bull meg 20, 17 futamot tudott megnyerni, tehát igazából az a 22 per 17 is nagyon extrém, amit a konstruktúriban véghez vittek, és ehhez kellett perez. És ez a kvalitás hiányzott egyébként korábban a Ferstappen melletti második pilótákból, úgyhogy ilyen szempontból azért mégis nagyon fontos Perez jelenléte. És egyébként meg egyéni teljesítmény szempontjából a first -e nem kérdés, hogy, hogy a legjobb teljesítmény nyújtotta, de nálam Norris van a második helyen. Ezt sokan nem látták, nem értékelik így, vagy nem feltétlenül érzik így, de az egész élet megnézni, hogy a McLaren milyen autót épített, milyen problémák voltak ezzel az autóval. Riccardo gyakorlatilag kivezette magát a Forma 1 ezzel az autóval, mert ez az autó tényleg nem sikerült jól meg lehetett vele találni valahogy a penge élen táncolva az irányt, amivel a középmezőny eleje környéken el lehetett menni. De ez általában nem sikerült Ricardónak. Rikárdónak nem, és az becsül sok ember alá, hogy Norrisnak ez mekkora extra teljesítményébe kellett, mekkora extra dolgot kellett Norrisnak az hozzátenni, hogy magasan ő legyen a legjobb. Ő az egyetlen pilóta, aki dobogon át a három nagy csapat mellett az évben, és hogyha nincsenek a pontjai, akkor a McLaren visszesüllyedt volna a középmezőny többi csapat a környékére. Az Alpinnak nem is lehettek volna kihívói egyáltalán Norris teljesítménye nélkül. Végül nem is tudták megverni az Alpin, de összességében a két konstrukció között óriási eltérés volt. Szóval a Norris teljesítményen nálam egy második helyet az évben, és ilyen szempontból nagyon nehéz lenne tovább menni, de hát löket nem hagyhatom ki, csak azért teszem a harmadik helyre, mert volt az a két hibája Pórikáron és Imolában, és egy kicsit talán, no, tudom a Ferreren ez nagyon nehéz, és ez nem is igazán rovom fel neki, csak, csak muszáj megemlítenem, ő nem állt bele annyira a dolgba, amennyire szájtsz, nem, nem lett annyira vezére még a csapatnak, talán a fiatalkorának, talán a habitusának is köszönhetően, neki sokkal inkább rá kellett volna csapni az asztalra, azt mondja, hogy gyerekek, én vezetem ennyivel a világbajnokságot, szeretem Carlos, de ez, az én, ez most az én vb m és ne szórakozunk itt se fejlesztési irányokkal, se semmi másos, se, se stratégiával. És ez, amiben szerintem sokkal hangosabbnak és határozottabbnak kellene mert a Ferrari pontosan tudja, hogy milyen kvalitású versenyzőt veszítene el, hogyha Löklerrel meggyűlne a baj a csapaton belül az utolsó futamokon azért már határozottabb volt, de hát akkor ez már a veszett fejszennyele volt. Igen, de szerintem már részben építette ő is 23-ra magát, úgyhogy valószínűleg ő is érzi belülről, hogy egy picit jobban a kezébe kell venni a dolgokat, mert hiába gyorsabb egy picivel, mint Sainz, és hiába van számomra teljesen kész hogy világmányki címet csatázon, hogyha a Ferrari ezt nem engedi meg neki házon belül, akkor mindig veszíteni fog vele. Több visszavonulója is volt az idénynek. A Budzabiban elbúcsúzott többek között Sebastian Fettel, egy négyszeres világbajnok, akinek a csúcskorszaka a 2010-es évek elején volt, 2010 és 13 között a Red bull nyerte a 4 VB címét, de még a későbbi időszakban is nagyon sok szurkolója volt. A Ferrari-nál is aratott fontos futamgyőzelmeket, különösen a ferrari korszaka első felében, amikor az autó is megengedte, és aztán az elmúlt időszakban is még mondhatjuk azt, hogy meghatározó figura volt, úgy is, hogy a versenypályán már nem mindig teljesített önmagához, vagy a korábbi önmagához méltóan. Hogyan összegezhető az ő karrierje, és hova tehető a Formula egy nagyságainak sorában? Szerintem nyilván, ha csak a számokat nézzük, a 57 póját, 53 futamgyőzelmét, négy virágban, aki címítek, az egyik legsikeresebb és legkiemelkedőbb pilótaforma egy történetében. Ami az érdekes az ő szempontjából, hogy valóban az igazi sikerkorszak az a Red Bullhoz köthető 2010-13 között, ha bár azért azt követően a ferrari is tudott emlékezetes nyújtani, viszont voltak érthetetlen visszaesései, láss 2014-ben a Red Bullnál, amikor ugye Ricardo megverte, és abban az évben nagyon nem érzett rá, arra nagyon gyengélkedő autóra, ami elsősorban akkor ugye motorikusan volt nagy hátrányban. Aztán a ferrari is szép lassan épült a történet, ott már 17-18-ban világban, aki cím közelébe is kerülhetett volna, de nem tudtak egy teljes évet jól kitartani, és aztán jött az a az az emlékezetes hiba hokkájában, ami nálam a töréspont, meg szerintem nála is a utolag erről a ír, ott valami, ott valami valahogy megtört, és a saját maga is beszélt már az évben, hogy valami, valahogy ott érzett egy olyat még a is éveinek a vége felé, hogy, már nincs meg az a régi nincs meg az a régi varázs. Benne sem, nincs meg az a varázs, nincs, nincs meg a mogyója, hogy pestélyesen szoktuk mondani. Tehát valami elveszett, és azt gondolom, hogy fette korán kiégett, ami persze nem jellemző minden korán kezdő versenyzőre, Fettel 35 éves kora ellenére nagyon korán azokat a jeleket mutatta, amit nála 5-6 éve idősebb versenyzők, ha még a pályafutásukat egyszerűen akkor még űzik. És tulajdonképpen Fetter zenítja olyan korán eljött ezzel a 2013-as Red Bull-érával, és azt gondolom, hogy túl is nyerte magát. Tehát 4 VBC után meg ennyi futamgyőzelem után, még a Ferrari is időszak adott neki egy plusz töltetet, arra még szerintem föl tudta magát szívni, és ott egyébként voltak kifejezetten brutálisan jó versenyei, meg teljesítményei. De több is lehetett volna, vagy többnek kellett volna hmm. lennie. Igen, de azért részben a csapat tehetett róla, nem volt meg mindig hozzá az autója, de jöttek aztán olyan hibák, amik furcsák voltak tőle. Kipörgések elsősorban, illetve egy-egy baleset. Így van, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt azt gondolom, hogy igazából a így két része hozhatjuk pályafutása szempontjából, amikor nagyon megy neki, és nagyon oda koncentrált, és amikor leeresztett és elveszítette a hitét. Ez megvolt a, a Red Bullos 2014-es hibrid éles kezdésnél is, aztán a Ferrari adott neki egy új kezdetet, megjött a kedve, megint éhessé vált, aztán amikor rájött, hogy a ferrari ez nem fog menni, ott tulajdonképpen kipukkadt a lufi, és ezt az folytat folytatás szerintem már csak azért vállalta be, hogy picit önigazoljon, hogy megnézze, hogy azért nem felejtett még elvezetni, vagy hogy működne ez a dolog máshol, de szerintem fel kellett ismerni, hogy egyszerűen nem. Sokkal inkább nyilván három gyerekkel otthon, és ennyi sikerrel a hátam mögött, már, már ezt nagy nehézségnek éltem meg szerintem, hogy minden versenyét végére úgy készüljön föl, és vala, valami tényleg elveszett. Egyszerűen, ahogy elfogynak, hogy Sterling Massa balesete után már nem tudott világban egy címért menni, nyilván az egy, egy baleset kellett hozzá, de sok versenyzőnél vannak ilyen töréspontok, ami után már egyszerűen nem tudja ezt a teljesítményt nyújtani, mint amikor a csúcson volt. Nem feltétlenül igazságos összehasonlítani más sztárokkal, más klasszisokkal, de ugye néhány évvel ezelőttig azt mondtuk, hogy mondjuk Luis Hamilton, Fernando Alonso és Sebastian Vettel hasonló kategória a mezőnyben. Hamilton ugye 7 WB címnél tart, Fernando Alonsonak csak kettő jött össze, és tegyük hozzá, hogy Sebastian Vettel négy világbajnoki címéből kettő volt sima, kettőben nagyot csatázott elsősorban Fernando Alonsoval. De hova sorolod Alonsohoz képest, aki egyébként az utódja lesz az Aston Martinna? Nagyon hasonlóak egyébként, mindketten Ak akaraterő, akarat szempontjából, kérlehetetlenség, könyörtelenség szempontjából nagyon-nagyon egyformák, ha csak a rádiózásaikra visszagondolsz. Tehát mind a kettőben azért Alonso is él a humor eszközével, de inkább a, inkább a um, picit vitriolosabb megjegyzéseket szereti, abban abban is sokszor van humor, csak nem feltétlenül vesz, veszi mindenki azt, az élét inkább megérezzük. És még nagyobb az egója talán. É, és talán nagyobb az egója, de azért fettenés sem kicsi, hogyha visszagondolunk egy csomó jelenetre, akár a Charlie történő beszólására, akár a tábla cserére mondt rá, a befutott. Ez a volt egy-két egy dolog, ami azért fettenés utalt arra, hogy ő nem az a szerény, szolid, jófiú Németországból. Egyébként nem is annak ismertük meg gyorsan hozzáteszem de ahogy idősödött, a karaktere sokkal inkább nyilvánvalóvá vált, a humorérzéket mindig imádtam, az intelligenciáját, a sportággal kapcsolatos méreható ismereteit az, hogy gyakorlatilag mint egy, mint egy autós újságérő olyan mélységig tudja, ismeri a formáját, ami nem minden versenyzőről mondható el. És nyilván ebben benne van az, hogy mennyire szereti ezt a sportágat, és mennyire élte ezt az egészet meg. Úgy, úgy egészében nem csak a tehetsége miatt, hanem hozzá is tette azt a dolgot, pluszban, amit hozzá kellett tenni tanulási szempontból, és ezt mindig nagyon sokra tartottam fettelnél. Ugyanakkor karakter szempontjából az eltérő valóban szerintem inkább az között alonzóval az, hogy milyen fejlődési görbét mutattak be, vagy milyen évet járt be a pályafutások, mert abba gondolj bele, hogy alonzó mindig munkálkodik a mai napig egy ilyen, mennyivel több címet nyerhettem volna, és emiatt Alonso sokáig, még most is éhes maradt. Két VB címé van, de neki is lehetne négy hat ha éppen jókor jó helyre szerződik. És emiatt az éjség alonzóban mindig megmaradt, és a bizonyítási vágy, meg a becsvágy. És ez, ami Fettelben szerintem az évek során elkezdett elveszni, mert szétnyerte magát, mindene meg volt neki már egy idő után, mindegy volt, négy VB cím vagy öt, ott már, ott már nem, úgy, nem úgy számolod a dolgokat. Tehát megvan most még egy, és a há, három gyerek, muszáj ezt hozzátenni, mert ezt kevesen látjuk át, főleg aki még a pályafutása elején van, és nincs családja, nincs senki, és amikor tudod jól, hogy a gyerekeid várnak otthon, és egyébként a velük töltött idő élmény, akkor előbb-utóbb megkérdezed magadtól, hogy igazából főleg egy rossz hétvége után, hogy mit keresek itt ebben a szállodában, ahelyett, hogy otthon lennék a gyerekeimmel, játszanék, csak látnám őket felnőni, és ez egy fontos probléma kör minden egyes versenyzőnél, akinek már családja van, és, és elkezd kifele menni a karrierje. Magáról azt mondta, hogy olyan lehetett a Formula 1-ben, amilyen ő valójában önazonos, szórakoztató, humoros és érzékeny. De mennyire érezted úgy, hogy neki gyakorlatilag a manír nem volt az eszköztárában? Abszolút én nagyon őszintének érzem fettet, mindig annak éreztem az összes rádiózásában, az összes vitájában, az összes. E számomra érthetetlen szituáció elemzésében, kezelésében, amikor nem értette, hogy azt, azt abba, ab a helyzetben lásd a webberes ütközést Isztambulban, vagy jó néhány más példát, amikor váltig hangoztatta, hogy ott nem ő volt a hibás, miközben a, a vak is látta, hogy de. De ennek ellenére ez pont az önmagába vetett hitét mutatja, szenne volt ilyen ilyen szempontból, hogy a teljesen egyértelmű dolgokat is. Ő úgy akarta látni, úgy érezte, lehet, hogy később belátta, egyébként Mihály Sumerben is rengeteg ilyen ismér volt, és rengeteg ilyen Uh, jegy, karakter jegy. És egyébként, meg ha, ha megnézed, és szerintem ez egy jó párhuzam, fettet és alonzott meg Hamilton, alunzónak Hamiltonnak uh, se gyereke, se igazán fix párkapcsolata, éppen akivel, ahol, amikor kutyája mondjuk Hamiltonnak van, de hát azért, a, a, amiatt még működik a pályafutás. Szerintem náluk ez az, ami miatt egyébként sokkal tovább kint, kitartható és fenntartható az a fajta elszántság és az a fajta amíg bírom, csinálom attitűd, mert fettelnél egyszerűen átvett a szerepet valami fontosabb, amit egyszerűen meg tudok érteni, mert, mert van így. Vele együtt vonul vissza a Formula 1 bár talán nem végleg Daniel Ricardo demoralizáló volt az Ausztrál pilótának a Landon Norris mellett eltöltött két szezon. Milyen tényezőket látsz Ricardo hanyatlása mögött? Szerintem Ricardo nem hanyatlott annyit, amennyit látunk. Amit látunk, az Norris genialitása összevetve Ricardo részbeni hanyatlásával. Tehát, hogyha Ricardo mellett egy, egy, másik versenyző lett volna, egy átlagos versenyző, kevésbé kiemelkedő versenyző lett volna a akkor most mind azt mondjuk, hogy a McLaren az elmúlt két-három évben nem tudott jó autót építeni, egy középmezőn sűrűjében autóval álltak elő, ami nehezen vezethető, Ricardo is szenvedett vele, meg XY is szenvedett vele, és talán majd jövőre lesz valami. És jobbat mondok, ha nincs Norris Ricardo mellett, valószínűleg Ricardo pályafutásának sincs vége, mert a csapat saját magában kereste volna a hibát, és mindenki betudta volna annak, hogy építettek egy rossz autót, vagy két rossz autót az elmúlt években, amivel nagyon ritkán lehetett helyzetbe kerülni, és lám Monzába egyébként nyerni tudott vele, amikor úgy hozta a, szituáció. Tavaly még nem is tűnt annyira rossznak az autó, de az idei konstrukciót mindenképpen elszúrta a McLaren. igen, és ezzel együtt extrém egyébként Norris teljesítmény, ami, nekem, ami miatt én a második helyre rakom egyébként, abszolút egyéni teljesítmény szempontjából az évben, és ez a kontraszt, ami kivégezte egyébként Ricardo pályafutását, és lehet, hogy tíz év múlva teljesen más, hogy fogjuk ezt értékelni, mert lehet, hogy Norrisnak lesz három világban egy cím, és a legnagyobb a közös soruljuk. Majd mondom, megnézve Norris, és ezt nem csak az alapján mondom, hogy milyen pontkülönbséggel végeztek, hanem rengeteget foglalkozom a telemetriájuk elemzésével is évközben, és minden más teljesítmény befolyásoló tényező elemzésével és tényleg elképesztő, hogy Norris milyen hiba százalékkal, gyakorlatilag hiba, hiba, nélkül megy bármilyen szituációban. Az utolsó önerős hibája, az is egy megmagyarázható hiba, az a spáji tavalyi időmér, amikor összezú, úgy, úgy törte össze az autót, hogy ott porra esélye lett volna az esőben. Ért harcolt. És, Előző. és eldobta, mert egy olyan kockázatot is bevállalt, ami, amiben benne volt, hogy összetöri. De azóta kicsit olyan volt ez a Norris féle spy törés, mint Verstappen-nek annak idején a monakói törése, ami megváltoztatta a versenyzőként, az rázta végképp helyre. Akkor Verstappen Norrisnál ugyanezt érzem, tehát hogy egy mindig gyors, néha kicsit szereburdi, de alapvetően egy nagyon intelligens versenyző, amihez persze szükség van mindig, az intelligencia rengeteget számít, hogy igazán sikeres legyél. A versenyzői intelligencia, meg úgy az általános intelligencia is, és Norrisnál minden a helyén van ehhez. Nagyon keveset ütközik, ugye volt egy kis kalamajkája Leclerc, Brazíliában, de egyébként nem nagyon emlékszünk ilyen fiatal pilótáktól, ilyen határozott négy évre, mint amennyit Norris eddig le tudott. Hát és úgy határozott négy év, hogy abszolút kimaxolja a teljesítményét. Tehát olyan teljesítmény nyújt, hogy nem elkocog egy ilyen átlag teljesítménye, hogy csak bajom ne legyen alapon, hanem a maximumot hozza ki az autóból minden körülmények között, minden pályán. És ugye megnézed a szabad edzéseket, persze a McLaren nem mindig akarta megmutatni, hogy milyen tempója van, de ez legtöbbször az látszott, hogy problémájuk volt pénteken, javultak valamit a harmadik szabad edzésre, és hogy eljött az időmérő második, harmadik fázisa, Norris a semmiből egyszer csak megint ott volt a Q3-ban, és nem csak, hogy ott volt a Q3-ban, a Q3-ban megint ott volt legalább a hetedik helyen, ugye a három nagy csapat mögött a, a, közvetlen első pozícióban a középmezőben. Ezt nem nagyon lehet überelni ezt a teljesítményt egyelőre, amit Norris csinál. Ki volt a leggyengébb pilóta 2022-ben? Hát nyilván Nikolas Latifi adja magát, de most nem akarom szegényen ö, köszörülni a nyelven, mert alapvetően kapott hideget, meleget, és ő maga is elmondta, hogy tudja, hogy nincs, nem lesz visszaút a Forma 1-ben, tudja, hogy nem volt olyan a teljesítménye, de alapvetően azt sem lehet mondani, hogy meg érdem nélkül volt itt. A Forma 2-ből jött, ahol, azért a, a top mezőnybe tartozott, nyilván rengeteg pénz jött fel, ami mindig segítség, neki erre futotta, vagy ennyi, ennyi fért bele ebbe az évbe, azt gondolom, hogy ilyen szempontból kérdés nincs. A, a, melegebb pite az mindig az, hogy ki a következő, vagy ki ez, aki a kevésbé várható név. Nálam még mindig Mik Schumacher, független attól, hogy óriási szurkoltábor van, és ezt mindenki bántásnak veszi. De azt gondolom, hogy Mik Schumacher réjével, nevével, és a Forma 3-as, Forma 2 bajnoki címmel egy második évben ennyi hibával egyszerűen nem lehetett volna versenyezni. Mert pont akkor nem tudott maximalizálni a pontszámokat, amikor az autó alkalmas lett volna az első három futamon, nagyon erős volt a ház. Ugye Magnusszának voltak is ilyen magas a teljesítmény. és utána hiába hoztak egy egyformán rossz teljesítményt a szezon második felében, utána némileg az javult az autó, amikor jött az új oldalszekrényes, jött a fejlesztési csomag a hungaroringre meg Spára. De alapvetően túl sok volt a törés, és túl sok olyan szituációban maradt benne Mik Schumachernél rengeteg pont, amivel a ház egyébként jóval előbb is végezhetett volna a bajnokságban. És egyébként ezzel kapcsolatban is vannak érdekes teljesítménymutató adatok, mert bármennyire is a ház végül aztán csak nyolcadik lett, az is nagy szerencsével az alfotörő előtt két ponttal de ez az autó, ez a hatodik helyre is alkalmas lett volna. Tehát a ház igazából nem volt rosszabb, hogyha teljes évet nézed azokban a helyzetekben, amikor maximaliznél kellett volna a pontokat. Ha azokat kihasználják, hogy az Alfa Romeo ki tudta, akkor most ők a hatodikak, és nem az Alfa, és az Aston meg se előzi őket. Ami az ázsiai pilótákat illeti, hát azért meggyőzőek nem voltak, bár Albonnak, aki ugye brit tájföldi versenyző, voltak jó verseny de a Williams nem nagyon engedte érvényesülni. Joe talán jól kezdett, de azért kiugró sikere nem volt, Cunodának pedig gyakorlatilag ez már a második szezonja, amikor feledhető. Van-e nekik előrelépési lehetőség jövőre? Cunodánál ugyanaz a kategória, mint még Sumer. Második évük volt többet kellett volna mutatni. Cunoda annyival, mutat, annyival mutatott mást, mint Mick hogy neki tavaly voltak az első évben a komolyabb törései, idén nem nagyon tört autót. Volt Szingapurban például, de hogy alap, kinek nincs 22 futamon egy-egy hiba, Ez beleférsz. De alapvetően összeszedette volt szurra, de viszont a villanásai is eltűntek. Tehát amit az első évben egy-egy megvillanása meg volt, talán próbált összeszedette lenni, és emiatt a villanások eltűntek, az átlag talán jobb lett, de összességében elmaradt persze Gászlitól. Ugyanakkor ez az autó megint csak a konstruktori bajnokság 9. helyezett autójáról beszélünk, amiben lehet, hogy lehetett volna többet kihozni, de az Alfa nagyon hullámzott teljesítményt mutatott és nem is igazán volt alkalmas a, villanásokra. Tehát ahogy a háznak, az Alfa romeo az asszonnak néhány versenyen volt még a Williamsnek is voltak olyan pályája, amikor lehetett vele, és, és, és élt is vele a vagy Nick de Vries. Igazából az Alfa nem volt olyan hétvégéje, nem volt olyan korszaka, nem volt olyan szezon amikor azt mondta, hogy na most nekik állt az ászló. És ezért egy ilyen átlagosan rossz szezont hoztak le, és ebben nagyon bele is szürkült Cunoda. Cunoda természetesen az védi, hogy a, a, japán kapcsolatok ápolása miatt a, a, a Red Bull ott tartja, de hogyha Cunoda szóval csak XY lenne, Mick Schumer meg XYZ, akkor egyik őket se sírnák vissza a következő szezonra, vagy mindkettőjük helyére azt gondolnánk, hogy találhatnánk jobb versenyzőt. Joe nagyon elmaradt Bottasztól, akinek szintén azért beesett a teljesítménye, hogy az Alfa Romeo esett hátra a sorrendben. Tehát Bottaszt sem hiszem, hogy boldogan zárta ezt a szezont holott az első futamokon még ott volt a stabil pontszerzők között. Joe-nak Joe számomra egész máshol van a helye, mert Joe teljesítmény biztos, hogy magasabb polcon van, mint Cunodai és még Sumeri. Első éve volt, ne felejtsük el, tehát még ez az újonc volt. Egy nagyon erős csapattársat kapott Bottas személyben, egyértelmű csapat felállással felállása, Bottas a csapatfőnök Joe jön tanulni. Az év elején volt erős az alfa, amikor a tanuló fázisában volt Joe. Egyébként szerzett is mindjárt pontot az első versenyén, ez mindig egy komoly ismérv, még akkor is, hogyha a helyzetbe kell hozzá kerülni, de azt be is kell tudni hozni. És ami Jóban tetszett, annak ellenére, hogy aztán az Alfa visszaesésével el, neki is elmentek az esély, egyrészt, hogy rengeteg pontszerző helyről esett ki technikai hiba miatt. Az Alfa-nak nagyon sok meghibásodása volt föl az éve első felében. És Jót ez nagyon sokszor olyan szituációban hátráltatta, hogy pontokat szerezhetett volna. Másrészt, nála láttam azt, és ez engem is meglepet, hogy ő mer versenyezni. Nálam megvoltak azok a kimagasló, kiugró, emlékezetes momentumok még akkor is, hogyha egyébként összességében sok ponttal elmaradt Bottasztól, amire lehet építeni. Tehát itt arra gondolok, még egy átlagos Miksumer feljövetel, vagy egy Cunoda felzárkozásban semmi extrém, sem előzést nem látsz. Általában jókor jól helyezkedő, a kieséseket jól meglovagoló, biztosra menő versenyzések voltak. Joe nagyon keményen belemert állni a csatákba, a nagyok ellen is, a nagyobb nevek ellen is, és ez nekem nagyon -nagy szimpatikus hozzáállás, mert ez mutatja azt, hogy van benned valami tűz, és felmered venni a kezdjük, még akkor is a pórú jársz, a rosszul jársz. Nézd meg az utolsó körös előzését Abu Dhabiban, amire saját maga elmondta, hogy a legjobb előzése volt az évben, és valóban utólag visszanézve, Hiába volt nála gumi előny, az ellen az elképesztő gyors Williamson az egyenesben megmerte csinálni a visszavágást külső az utolsó körben, és azt kell mondjam, hogy le a kalappal, és ezek azok a szituk, amiket egyébként az éves elemzéseket nézve, jó néhány ilyenre emlékszem joe és egy ilyenre sem emlékszem még Sumertől vagy Yuki Mennyire váltak be a szabályváltozások? számomra 90%-os siker, tehát szinte minden a helyén van. Ne ugye, first sima sikeréből induljunk ki? Nem, mert ugye a szabályváltozások nem is arról, soha nem arról szóltak, és ezt a, aki így, így emlékezett rá, az nagyon félreértett valamit, hogy itt az, itt az, első évtől kezdve teljesen egyforma autók lesznek. Pont nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy különböző autókat lássunk, majd ezek tendálnak egymás felé, de hogy alapvetően egy versenyezhető bérre legyen, hogy kö, jobban lehessen követni a másikat, több előzési lehetőség legyen megfelelőbb gumik legyenek ehhez, és ez erre jó példa, a Pirelli-nek most jött ki a felmérés, a 31%-a nőtt az előzések száma tavalyhoz képest, ez egy brutális növekedés, 31%, és ugyanezt láttuk, né, nézd meg az Abu Dhabi idén zárót, ez egy unalmas verseny volt általában, szinte mindig, amióta ez a szezon záró helyszín. Ez most egy tök jó verseny volt, olyan előzési szituációkkal, olyan oda-vissza előzésekkel, stratégiai csatával, stra... tehát itt meg kellett harcolni minden egyes pozícióért, és nem csak beleülni, és aztán tartani a másikat magad mögött, mert úgysem tudni csinálni, nem tud rajta fogást találni. Szóval szerintem ezek a szabályok nagyon jól sikerültek, nyilván mindenen lehet finomítani, majd ezen is fognak, ahogy hozzányúltak a padulám, ez magasság az a delfinezés miatt, de ez nem a szabályokatok problémája, a, a technikai vezetőké, meg a mérnököké. Összességében ez a szabályrendszer egy egyértelmű előrelépés, és még csak a jó része most következik, mert amit elvárna mindenki, hogy akkor nagyon szoros csata legyen az éjjel, majd pont ez lesz belőle két-három-négy év alatt, amikor kifornak ezek a konstrukciók, mindenki megtalálja ezeknek a, az optimális beállítását, és onnantól kezdve láthatunk két-három csapatos világbajnoki csatákat is. Jövőre? Remélem, hogy bár jövőre ezt látjuk. Az évvége nagyon ezt mutatta egyébként. Tehát, hogyha megnézzük a Mercedes erősödését, a Ferrari szándékos idézeles lebutítását, azzal, hogy már nem fejlesztettek mindent, már 23-ra tettek át, a motorokat is visszatekerték, ezt Mattia Binotto is elismerte az idén zárót követően, de addig is egyértelmű volt az adatok alapján. A Red Bull pedig büntetéssel kezdődik. És a Red Bullnak pedig volt lesz a büntetése. Tehát, hogyha a kevesebb szélcsatorna idő és CFD idő mellett a Red Bull nem tudja annyira optimalizálni a jövő autót, a Mercedes tartja ezt a fejlesztési hívet, és változtat az autó olyan, olyan irányba, hogy ez működőképesebb használható autó legyen, mert azért az Abu Dhabi ez egy jelzés volt a Mercedesnek is, hogy nem minden pap sajt, tehát jó volt Austin, jó volt Brazília, és jött egy pálya, ahol megint ott volt a 7 tized, és semmit nem tudtak csinálni. Tehát meg kell ezt az autót érteni, és minden pályán versenyképesség kell tenni, mert azzal nem egy majd semmire a Mercedes jövőre, ha mondjuk a pályák egyharmadán ott lesz, akár nyerni is tud, de a kétharmadán ugyanilyen távolságban nézzen Red Bull meg a ferrari -t. A ferrari meg mindenképp az a pozitívum, hogy tudnak dolgozni a meghibásodásokon a technikai gondokon, mert azt engedi a szabály. Tehát a motorerő az valószínűleg jövőre visszatér, kevesebb meghibásodása, vagy akár egy meghibásodás nélkül, és az autón is tudnak faragni, mert ez a koncepció egyébként jól működött. Stratégiailag pedig nem tilos jobbnak lenni. Hát igen, a stratégiát azért óvatosan ejtem ki a Ferrari kapcsán, de nyilván ezt már maguk is valahol azért szerintem egyfajta viccként fogják fel. Bár másoknál is voltak hibák, tehát azért nem teljesen igazságos, aki azt mondja, hogy csak a Ferrari hibázott, volt a Red Bullnál is tévedés. Valóban, de mondjuk a százalékos arányt nézzük, akkor egy ilyen 90-10 arányban a Ferrari hibáz, a Red Bull meg nagyon ritkán, csak úgy mutatóba. És a Mercedes is ritkán. É, így van. Ugyanakkor. Ha innen nézzük, akkor a Ferrenak rengeteg uh, helye van javulni, rengeteg lehetősége van, sok területet meg tudnak ragadni, ahol egyébként idén pontok mentek el, amin idén pontok mentek el, és jövőre, ha ezeken javítanak, akkor sokkal inkább közelebb tudnak, vagy, vagy sokáig egész évben ott tudnak lenni a Red bull -al. Én az idei, idén tudtak alapján, lapján, és jövő novemberben, vagy jövőre decemberben ér véget a szezon, decemberben nyugodtan szembesíthetsz vele. Én most azt mondom, hogy elképzelhetetlen, hogy még egy ilyen Red Bull, vagy inkább úgymond a Ferstappen dominált évet lássunk egyszerűen azért, mert a Ferrari-ban rengeteg muníció maradt, és szerintem ez 23 ra csak erősödni fog. A Mercedes meg meg kell találni ezzel az autóval, hogy a köszönő viszonyt, és akkor már eleve közelebb kerülnek egymáshoz. A többieknek nem lesz esélyük? Messze vannak nagyon. Az Alpine ugye elszakadni látszik most a mclaren de nincs elég közel. Tehát az Alpine most a senki földjén, de az egy masszív csapat, és Gasly nem lett rosszabb. Érdekes lesz majd az összhang a Kongászli felállásban a csapaton belül, de ezt majd várjuk meg, hogy hogy a jövő év náluk is megvoltak a technikai gondok, de ők is azért, mert ugyanazt az utat járták, mint a Ferrari, inkább kockáztattak, és majd aztán csiszolnak a megbízhatóságot. Hogyha ezen tudnak, akkor a motorerő igazából a Renault-nál is rendelkezésre áll. Most azt mondom, hogy már 20-15-20 belül van a négy gyártó, ami egyébként már egy kezelhető felállás. És akkor innen nézve azon múlik, hogy milyen autót tudnak gyártani, és persze ez a legnehezebb, hogy hogy kerülsz közel egy, egy Red Bullhoz, amikor a Ferrari meg a Mercedes is ezen van, és még ők is sokkal előttünk vannak, most Alpin szempontból gondolkodva hogy nézem a dolgot, miközben minden lehetőség a rendelkezésükre áll, hiszen ők is gyári csapatot, ki ne tudná ezt a lécet megugrani előbb-utóbb, hanem nem ők. 24 futam lehet a következő évben. Azért mondom feltételes módban, mert azért az elmúlt években megszokhattuk, hogy egy-egy verseny végül kikerült a naptárból. De ez mindenképpen egy extrém szám. Nagyjából a felső határon van, bár igaz, hogy pár éve már belengedték, hogy 25 futamos világbajnokság is lehet. Hogyan lesz ez kezelhető gyakorlatilag március elejétől november legvégéig? Ez egy nagyon hosszú szezon lesz, a minél leghosszabb szezonja jövőre. Ugye a 24 futam az már most kérdéses, hiszen a kínai nagydíj megrendezése lehet, hogy heteken belül eldől hogy végül is lesz-e vagy sem. 23 futam az biztosnak néz, néz, ki azért a naptárban. De egyébként tehetnek be valamit a kínai nagydíj helyére is, mert van néhány versenypálya. Igen, ott három, hétvége, három, hétvég. szünet, három szünet lenne valóban. Versenypálya van, kérdés az, hogy akarnak-e egy 23 futamos naptárban, nem biztos, hogy fel kell tölteni ezt a 24-et, a nincs értelme. Ugyanakkor ezt mentálisan is nehéz kezelni, nyilván most erre lesz miért rápihenni, és ez is egy hosszú szezon volt, ami a pozitívum most, hogy november vége előtt vége volt, november 20-án véget ért a futballvillágonyság miatt. Ezért picit hosszabb téli szünetre mehetnek el, vagy picit jobban kifújhatnak a csapatok. De hát, miután most kell mindent megtenni, azért, hogy a 23-as autó jó legyen, azért nem fognak hátradőlni. Ugye szóba került ugyan a kötelező, téli kéthetes bezárás, gyerbezárás is egyelőre ez csak terv, tehát valószínűleg azért csak a karácsony szünetben megy majd pihenni a mérnökök, csapattagok nagy része, és aztán ugyanúgy gőzerővel folyik tovább minden, hiszen most kell meglavagolni azokat a lehetőségeket, amit aztán a jövő a autó kapcsán már évközben nagyon nehéz ezt módosítani. Kommentátorként egyébként mennyire megterhelő ennyi verseny hétvégét teljesíteni? Nekem is kezd a határon lenni, azt kell mondjam, mert azért ez, ez ugyanennyi hétvégét, sőt, tehát úgy, a hétközi beletett munkát is jelenti és, és bármennyire szerettem, és a mai napig ugyanúgy ezzel kelek, ezzel fekszem. Mégis azt kell mondjam, az év végére, amikor már eldöltek a világban egy címek, az utolsó két-három futamra arra nehéz volt Tehát még már a Japán nagy díj, az már kifejezetten nehéz volt, hajnalban, az esőszünettel, meg minden egyébben. Ugyanakkor, ugyanakkor, alapvetően amíg van a bajnoki esély, addig ezt nem érzi az ember. Tehát abban bízom, hogy jövőre egy olyan bajnoki versenyfutást láthatunk, ami végig az utolsó futamig és akkor senki nem vesz észre, hogy, hogy hány futamon vagyunk túl, mert az izgalmak fenntartják úgyis a, a, a figyelmet, és onnantól az egész más, hogy koncentrálsz, és ezért is bízom abban, hogy nem látunk még egy ilyen korán lefutott évet, mint az idei. Visszatérve Fersztappenre, hány világbajnoki címet látsz benne, egy a teljes karrierjét tekintve, amely azt mondja, hogy nem lesz túl hosszú, de majd lássuk meg mondjuk 2030-ban, hogy hogy gondolkodik. Ez, ez, 258-ig bármi benne lehet. Kétlem, hogy itt megáll, mert ez az autó rosszabb nem lesz a Red Bullnál, még akkor is, hogy jövőre egyértelműen a kihívók erősek lesznek mellettük, erősebbek, mint idén. 2025-ig tart, 25 végéig ez a szabályrendszer. Addig a Red Bull ezt a rendületet valami szinten biztos elviheti. Ha el tudják vinni, akkor ugye még három bajnoki címben lehet felsztapelnek, mielőtt jön az új motor szabályrendszer, ami azért komoly változást hoz, megjön az Audi. Úgyhogy akkor mondjuk, hogyha minden a hármat behúzná, amit nem kívánok egyikünknek sem, mert sosem jó, hogyha egy pilóta túlságosan dominál, akkor már ötnél tartanak. És akkor ötnél fordulnánk rá az új rendszerre, ahol nem tudjuk, hogy ott a Red Bull hogy jön ki belőle, és lesz-e komolyabb erőviszonyváltozás. De alapvetően az ötöt azt teljesen simán elérhetőnek tartom. Szerintem valahol ő is így van vele magában. Nem tudom, mennyire akarja számolni, mennyire nem érzem rajta, hogy annyira fontos lenne neki mondjuk a 8, mint amennyire most Hamiltonnak, de hát 7 már nekem is fontos lenne a 8, és valószínűleg Fersztappennek is 7-nél már a 8, akkor már mérne. De alapvetően azt gondolom, hogy, hogy 5 VB címig eljutni az, az már abszolút alkotó siker, de még négyik is, tehát a, a búcsúzó fettel 4 sem mondhatjuk azt, hogy az meg nem ér semmit kint a piacon. Alapvetően igazából az adja meg a bajnoki címek értékeket, hogy milyen mezőnyben, milyen versenytársak ellen, milyen érában éred el, és azt mondom, milyen szempontból Ferszappen abszolút egy, egy, nagyon komoly, nagyon sűrű mezőnyben versenyez. Köszönöm szépen, Gábor. Köszönöm én is. Önök az elmúlt bő 50 percben Weber Gábor Formula 1-es kommentátort, a magyar közvetítés vezető kommentátorát hallották. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, hogyha tetszett önöknek ez a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.